kifejezett jó mérkőzésre számíthatunk. Ugye a nyáron jelentősen átalakult az Aramis, ezt próbáltuk a héten föltérképezni, hogy mi az erősségük, mi a gyengeségük. Ez alapján készülgettünk a mai mérkőzésre. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy jól sikerült a föltérképezés, és a pályán hasonlóan, mint a TFS ellen sikerrel veszük az akadályt. Az, hogy most hiányzik X vagy Y a csapatból, az nem azt jelenti, hogy akkor feltartott kézzel jövünk, mert akkor nem is érdemes elutazni. Annyi a történet, hogy aki bekerül a csapatba, aki bekerül a keretbe, aki pályára fog lépni, annak meg kell tenni mindent ahhoz, hogy bebizonyítsa, hogy neki igenis helye van ott a csapatba, még a keretbe az első 8-ba. A több kulcsemberét nélkülöző Aramis egy győzelemmel egy pontra megközelíthette volna a világos mezes Kecskemétet, és az első félidő hajrájában meg is szerezte a vezetést a látogató az eltiltásból visszatérő Büki Baltazár góljával. Egy nagyon jó erőkből álló Kecskemét ellen. Az első félidőben mindenképp az volt a taktikánk, hogy fegyelmezetten védekezzünk. Első félidőt kapott gól nélkül megúsztuk, és sikerült megszerezni a vezetést. A vendég előnyt a 23. percben az első aramiszos találatát szerző Anton Klusin duplázta meg, ám a Kecskemét a mérkőzés háromnegyedénél átvette a vezetést, hiszen ekkorra Hadnagy István, Mánya Szabolcs és Bíró Attila is bevette már a budaörsiek kapuját. Én nem gondolom, hogy minden az Aramis malmára hajtotta volna a vizet, szerintem magunknak tettük nehézé ezt a mérkőzést. Az első fél időben egy picit jobban rájuk mehettünk volna szerintem, így is megvoltak a helyzeteink, egyszer-kétszer kontrából el tudott jönni az Aramis, erre készültünk is egyébként. Aztán a második fél időben meg tényleg olyan dolgok történtek, hogy egyszer mi vezettünk, aztán ők, visszahoztuk őket a meccsbe, mi jöttünk vissza, tényleg oda-vissza ugrált az ember pulzusa. Bognár Bence egyenlítő gólja után a 33. percben az Aramis korábbi csapatkapitánya, Boznánszki Gábor is beköszönt egykori klubjának, ám ez még kevés volt a sikerhez, ugyanis a végjátékban Büki megszerezte a második gólját. A sikeres büntető után fél perccel viszont ismét a szkorgólnál volt az előny, hiszen Bíró is duplázott. Úgy gondolom, hogy nagyon jól játszottunk. Az első fél időben is nagyon fegyelmezetten tudtunk védekezni, ki tudtuk segíteni egymást. Jó kapus teljesítmény is volt mögöttünk, és úgy gondolom a második fél időben is fegyelmezettek voltunk. Azt, hogy egy picit úgy gondolom, hogy a fél idő közepe fele volt egy hullámvölgyünk, elfáradtunk, és akkor kaptunk 2-3 gólt, de hála az Istennek azért a csapat megmutatta mentális erejét, azért vissza tudtunk jönni az 5-4-ből. Nagyon örültem neki, hogy támadásban tudtunk 5-4-ből egyenlíteni. Fülöp Viktor egyenlítése után az utolsó percben a Kecskemét is 5-4-ben próbálkozott. Ezt is létező olyan hibát, amit dobtunk a mérkőzésen, azt megbüntették. A csúcsra, ugye vagy az íra a pont az 5-4 elleni játékban, hogy egy perc van hátra, és gyakorlatilag 20 másodperc van állunkba táncol a labda. Persze ezt lehet mondani, hogy fölösleges volt. Én azt gondolom, a futszer erről szól, hogy gyakorlatilag pillanatok dönthetnek, és egy perc rendkívül sok. Ha bejön és gólt rúgunk belőle, akkor mennybe menjünk, most meg jelen pillanatban ugye lefelé görbülnek a szájak. Büki mester hármasával az Aramis 6-5-re győzött, és készülhet a TFS ellen. A Kecskemétre ismét egy hazai mérkőzés vár a 10. fordulóban, amikor a Deac érkezik a híres városba.